Schindler listáját Nédó Olga előadásában hallhatták, hölgyeim és uraim. Ő a Vöröskereszt ifjúsági referense és Mága Zoltán angyalkája. Kicsit nehéz megszólalni ezek után a képsorok után. Én Brunner Márta vagyok, és sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai estén. Kezdődik az advent, közeledik a karácsony, az év legszebb és legmeghittebb ünnepe. Sajnos nem mindenkinek örömteli és gondtalan ez az időszak. 2010 a katasztrófák éveként fog bekerülni a magyar történelembe. A Borsod megyei nyár elejé árvíz pusztítása emberek százainak tette tökre lakóhelyét, a hatalmas összefogással megkezdett újjáépítés ellenére még mindig sokan vannak, akiknek nincs fedél a feje felett, vagy átmeneti szálláson lakik. Az októberi Veszprém megyei Vörösiszap katasztrófa újabb összefogásra szólította fel az országot. Az ország minden részéből érkeztek, és érkeznek a felajánlások. Minden segítségre szükség van. A helyreállítási munkák még éveket fognak igénybe venni, de nem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon sok embernek a napi betevőre való erőteremtése is probléma. Ezért szerveztük ezt az adventi gálaestet, hogy a befolyó összeg segítségével a katasztrófa sújtotta területeken élő karácsonyát egy kis ajándékcsomaggal szebbé tegyük. Nem csak a sírásra van okunk, hanem arra is, hogy ünnepeljünk. Ünnepeljük azokat, akik adományukkal segítették és segítik az újjáépítést. Külön köszöntjük a Magyar Vöröskereszt önkénteseit, dolgozóit, akik áldozatkész munkájukkal járulnak hozzá a Magyar Vöröskereszt kármentési, rehabilitációs munkájához, kiemelve a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Veszprém megyei szervezeteinek dolgozóit, akik emberfeletti munkájukkal szolgálják a Vöröskereszt humanitárius céljait. Megköszönjük mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak a rendezvény céljainak megvalósításához. A Tália Színháznak, hogy otthont adott a rendezvénynek, támogatóinknak, önkénteseinknek, a kiemelkedő teljesítménynyújtó vöröskeresztes dolgozóknak, és nem utolsó sorban a mai gálaesten fellépő művészeknek, akik szabad idejüket feláldozva, fellépti nélkül vállalták, hogy önöknek kellemes perceket, szép estét nyújtsanak. Jó szórakozást kívánok minden kedves vendégünknek! Most pedig megkérem Habsburg György elnök urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Hölgyeim és uraim, kedves vöröskeresztes barátaim! Nem kell félni, nem lesz ünnepi beszéd. Egy rövid köszöntő lesz, mert mindenki vár, hogy itt fellépnek, és egy kicsit adventi hangulat készítenek. Hát először üdvözlöm mindenkit ezen a adventi jótékonysági gálának. Hát próbáltunk, mint mondtam, egy adventi hangulat készíteni. Hóesés is szerveztünk, de ott egy kicsit túl teljesítettünk, mert hallottam, hogyha Telkiből lévő busz másfél óra késéssel érkezni fog, mert hát olyan rossz az utak, és hát ilyen formában hát nem pontosan itt tud érkezni. De hát amikor most kezdődött az este, és hát én láttam itt a fényképet, és egy kicsit vissza kellett gondolnom, hát mit történt ebben az évben, hát igazán sok munka volt a Vöröskeresztnek. Hát először, mint hallottunk májusban, júniusban, különlegesen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, és hát amikor hát ott nagyon sok munka volt, kezdődött a Vörösiszap, és hát újra óriási gond okozott mindenkinek. De nagy, hát ebben a katasztrófában egy nagy öröm volt, hogy ilyen nagy támogatást kapott a Vöröskereszt, mint az országos legnagyobb humanitárius szervezet, hogy ilyen sokan támogatták a mi munkánk, hogy igazán segíteni tudtunk, és hogy ebben tudtunk segíteni, hogy ezeket a rászorult családnak, aki elvesztették sokszor az egzisztenciát, ezt az egzisztenciát, hát visszakapták és vissza fognak kapni a következő hónapokban. Természetesen adományok nélkül nem tudunk dolgozni, és hát én ezért nagyon hálás vagyok, hogy olyan sok adományok kaptunk meg ebben az évben. Különlegesen szeretnék köszönni az OTP, aki az ávízi időben hát 500 millió forinttal nekünk segített, hogy mi
igazán változni tudtunk Borsod-Abaj-Zemplén megyében különlegesen a helyzet, de a más megyékben, ahol az ávíz nagy kárt okozott. Hát több mint 500 millió szinten az ávíznál kaptunk, és hát közel 500 millió forint is kaptunk a vörös iszappal, és hát ma este hát próbálunk is pénzt gyűjteni ezen a jótékonysági gálaműsorral, hogy egy szép karacsony tudunk megszervezni. Természetesen karacsonykor is fogunk gyűjteni, de hát nem fogunk a katasztrófa mellett is elfelejteni, hogy sajnos ebben az országban más problémák is vannak. Nagyon sok szegény családok vannak, ahol mi is próbálunk segíteni, mert hát a katasztrófák mellett a Vöröskeresztnek a munka hát tovább megy. Hát a két nappal ezelőtt ünnepeltünk a béradók, hát kell foglalkozni az első segélynyújtás, a szociális intézményekkel, a keresőszolgálat, az ifjúsági munka, hát nagyon sok területen tovább is vagyunk aktív. Tehát ezt csak meg tudunk csinálni, és csak jó munkát tudunk teljesíteni, amikor ezeket az adományok kapjuk, és ezt tovább adjuk az embereknek, és ilyen formában hát segíthetjük. És hát ezért a mai este, és hát most már vége felé jutottam, köszönetet szeretnék mondani, hát mindenki, aki itt a teremben van. Mert hát nagyon sok adományozók vannak itt, és hát nagyon sok vöröskeresztes munkatársak és önkéntesek vannak itt, aki ebben az évben különlegesen segítették. Ezért köszönöm, és hát mindennek egy nagyon kellemes estét kívánok. Köszönöm szépen. Most pedig Sejmes Erik úr, a Vöröskereszt főigazgatója mondja el öröknek köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Most a kinti világban még a sötétség, a hideg és a fagyos bezárkózás uralkodik. Így lesz ez még 4 héten át, amíg bolygónk a nagy vándor pályán át nem halad annak legtávolabbi és leghidegebb pontján. Míg a téli napforduló után keresztény világunk legszentebb ünnepén mi emberek meg nem állunk egy pillanatra, amely kizárólag az áhítaté. S szívünkben fellobban egy kicsinke láng, a szeretet fénycsóvája, mely lassanként felmelegíti lelkünket, hogy áttérezhessük az összetartozás megtartó erejét. Testünk minden szegletét átjárja ez a pozitív energia, és tudatunkban formálódik egy gondolat, a szolidaritásé, és hirtelen alanyát keresi a segítő szándék. A 2010-es esztendő, a katasztrófák, a szenvedés, a pusztulás és a fájó veszteségek éveként vonult be mind az emberiség, mind a magyarság történetébe. Ma este, hitünk szerint az adventi hónap kezdetén a Vöröskereszt legismertebb alapelve az emberiesség nevében gyűltünk itt össze mindannyian az ország egyik legszebb színházában, hogy politikai és egyházi vezetők, művészek, segítők, támogatók, barátok és kollégák egységes szándékunk szerint enyhítsük a katasztrófák áldozatainak szenvedéseit, és tegye jobbá a jóra törekvésünk az ő szent ünnepüket is. Ezzel a jó cselekedettel válik teljessé a mi várakozásunk is a megváltó születése napjáig, és gazdagabbá a szentestén mindannyiunk lelke, mert csak az önzetlen szeretet válhat ember felettivé. Szép estét kívánok Önöknek! ...2009-ben alapította a Magyar Vöröskereszt az év támogatója díjat, amelyet 2010-ben az OTP Bank nyert el.
Az OTP 500 milliárd forintot utalt át azonnal a Borsod megyei árvízkárosultaknak. 500 milliárd forint gyűlt össze a lakosságtól, így a Vöröskereszt 1 milliárd forinttal tudta támogatni az árvízkárosultakat. Körünkben üdvözölhetjük dr. Ecsedi Ferenc urat, az OTP bank igazgatóját. A díj átadására megkérném Habsburg György elnök urat, hogy fáradjon a színpadra. A díj átvételére felkérném Nagy Zoltán kommunikációs igazgató urat. És szívből gratulálunk! Ez óriási összeg és óriási segítség volt Borsod-Abaúj Zemplénnek. Gratulálunk! Ezúton szeretnénk elismerésünket és köszönetünket kifejezni dr. Mennyi Roland úrnak, a Borsod-Abaúj Zemplén megyei közgyűlés elnökének, országgyűlési képviselőnek, a 2010 évi a Borsod megyei árvíz mentési és újjáépítési munkálataiban végzett kiemelkedő tevékenységéért. Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke, a Magyar Vöröskereszt humanitárius céljaiért emlékérmet adományozza dr. Mennyi Roland úrnak. Szívből gratulálunk! Elnök úr, köszönjük szépen! Most pedig, hölgyeim és uraim, kezdetét veszi a műsor.